Sziasztok! Srácok és lányok, én Nudless vagyok. Elérkeztünk Diák Olimpiai munkásságom leges-legelső napjához, ahol is az 5. és a 6. korcsoportos lány futball országos döntőjét fogom nektek videózni. Jól hallottátok, skacok? Lányokról van szó, lányokról, kinek mi. Hát igen, most megint a piszkos fantáziára térünk vissza, hogy kinek milyen piszkos fantáziája. Nem kell rosszra gondolni, nyilvánvalóan csak megörökítem, hogy ők hogy játszanak meg. Hogy mérik össze az erejüket egymással. Igazából ennyi. Uram, direkt áll elém? No, az a szitu, hogy nagyjából 3-9 óra van, most fotózkodnak a csapatok, és nem sokára meg is indulnak a mérkőzések, elkezdődnek a dolgok. A lányok már kóstolgattak engem, hát így amikor próbáltam a vágóképeket csinálni, azért megtámadgattak úgymond. Úgyhogy meg fogom ezt bosszulni nektek, meg fogom bosszulni. Mondtam, hogy kóstolgatnak, azt meg én magamba beszélek, az meg veletek beszélgetek, érted? És melyik őtök szingli? Csókolom! Ezek kinek készülnek? Mert nagyon éhes vagyok, megmondom az őszintét. Még hogy... vendégeknek lesznek. Akkor nekem itt a helyem. Nem? Visszövünk majd. Ne izguljatok. Elveszünk majd az egészet. 2 hours later. Kacok, hoztam az ebédet. Azt nagyon adom. Tessék, a VIP-ből most hoztam. Igen? Ja, jó étvágyat nektek. Ettél? Nem ettem, csak elhoztam. Megkérdeztél bárki? Nem. Tud, közben elkapjuk bemelegítő lányokat, és megkérdezik őket, hogy rúgdossanak nekem kapura, ugyanis hát én is azért tudok focizni, meg én is azért ott vagyok a toppon, meg Benni is fog nekem rúgni, azt mondja, hogy elp***z engem. Meg én kíváncsi vagyok azért ő labdarúgó tehetségére. Elkapjuk a labdát, kacok! Labdarúgó! Hú! Rúgtok nekem kapura, lányok? De már engem! Ne engem! Lányok, én szeretem azt, hogyha bántanak. Halál komolyan. Gyere már, Benni, hát valakinek fognia kell a kamerát. Gyere, tesó! A lányok már felkészültek a rúgdosódásra. Felkom a GoPro-t. Tedd fel a fejedre, csöves. Rakd fel. Csöves. Kösz. Szedd ki bohót! Tesó, mégsem vagyok kasszíjaz. Bennem van a salgótáráni vérén. Én csak elvinni bírom a labdát, nem kivéden, érted? Én pont az, hogy beengedem, hogy enyém lehessen. Ó, majdnem. Hello, hello, lányok, segítetek? Nem menjetek el. Nem menjetek el. Figyeljetek, itt van a kis tábla. Én nem bírtok válogatni. Sajnos még Nudless-es póló az nincsen rajta. Majd az is lesz. Kaptok 50% kedvezményt, csak miattam. Na, áll az alkú? Oké. Na. Komolyan? Oké. Mit adtál? Már eladtam egy tornazsákot. De nem fizették ki? Hogy na, most hozzák a pénzt, de úgy adtam el, hogy 50% kedvezményt. Az nem jó. Hát úgy Daninak baj, felőlem mehet. Kifizetem a felét otthon. Hallod, az milyen izé? Ó, tesó, majd otthon odaadom. De tényleg kifizetem, esküszöm. De eladtam, akkor is eladtam nektek egyet. Nál, de több kárt csináltál, mint hasztod, de ügyes. Mi? Hogy, magamnak. Hát figyelj, meg megszeretett a csaj először, olyan feeling volt, féléken közeledett hozzám, így vége felé meg már tökre barátok lettünk. Na, lezsíroztam velük a dolgot, engem kell bemutatni, hogy kapjatok 50% kedvezményt, meg fel kell raknatok a cicimre egy diákolimpiás tetkót. Rendben. A cickomra kell felrakni, megbeszéltük? Meg, jó, persze. Na, bejárat, itt az entry, fáradjatok beljebb a kastélyunkba. Felrakják a cicimre a tetkót. Jézusen, és akkor csak 751 tornazsák? Igen. Mi van?
Fejenként egy-egy tornazsákot szeretnétek? Mi? És egyből volt szó? Na? Na, vagy a minusz haver? Hát van. Hát nekem igen. Milyen színű? It was at this moment that he knew. He fucked up. Az igen. A gyerekek most ott van lányom. Ah, nem bírtam edzeni a vizsgák miatt. Kicsit megnőtt a pocak is, de... A gyerekek megnézik, ott van, azt elhányják magukat. Beni! Beni! Hát most mi van? Még örülj, a lányok nem hánytak. Ide oldalra nyomd fel. Ja, látszódjon. Akkor oda. Oda, fordítva, fordítva. Fordítva. Hogy a fejlődik, így. Gyere, Doni. Rakd fel. Nincs fel, levetted róla a fordít? Már bele van véve. Csak kellene valami különböző szörűsége, mivel... Dehogy kell, így ne kell locsolni. Just do it! Do it! Azt hittem... Csapkodjátok meg! Keményen! Kemény... Isten! Csap meg! Azt inkább nem szeretném. De, csapjál egyet nyugodtan! Adj rá csap! Adj rá csap! Adj rá csapok! Várjál! Meg kell csapkod! Csapkod meg! Csapkod meg! Verj meg oda neki egyet! Jó! Jó! Ott maradt? Ott! Gyerekek, ez eddig a legjobb tetkóm, meg a legolcsóbb, és látszik, jó. Nem is látszik. Nem látszik? De hogy most nem. Látszik? Látszik. Megszerintem. Köszönjük, lányok! Köszönjük a lehetőséget. Jó, jó, azért jó. Na, sok sikert nektek! Szerintek meg! Sziasztok! Szép napot! Hát itt vagyunk Danival, aki egy önkéntes segítő itt a Diákolimpián. Szóval, ja, felteszek neki néhány kérdést így a lányokkal kapcsolatban, hogy miként és hogyan vélekedik róluk, valamint, hogy sikerült-e már fognia valamit a peszabottyával, mert hát van időd most itt neked csajozni, vagy nincs időd? Egyáltalán, van, vagy nagyon sok munkád van? Van, hát szerencsére nagyon sok önkéntes van, így hát azért van szabad időm bőven. És neked az 50 óra közösségi szolgálatodból telik, igaz? Igen. Meg én a közjót szolgálom ezzel egyértelműen, igazából ezért van ez. Van itt valami lányzó, aki neked most tetszik, és szívesen oda menné hozzá, és azt mondanád neki, hogy lányom, légy az enyém. Van itt olyan lány? Hát kopáshoz van. Tényleg? Hát, kopáshoz van. Most tehát... amúgy, szóval most ott tartunk, hogy be vannak dobva a horgászbotok a tóba is, és vársz a kapásra. Igen. Vagy, de most, az, vagy már most már van kapás? Már, tehát már birizgálták a botot. Mondjuk úgy, birizgálták már a botot. Megbirizgálták a botot, értem. És ez egy lány volt, vagy egyszerre több lány is? Hát inkább egy. Helyes, figyelj, nem is szabad több lányra egyszerre, mert nem, szírtja az... a vallásunk. Igen, nem magyar... puráznám. Nem szabad. Na jó, hát eset, sok sikert neked. Köszi szépen. Jó vadászást. Jó videókat. És örültem, hogy találkoztunk. Csá, tesa, köszönöm Szevasz. Szépen. Helyzet, ugyanis elérkeztünk a videónak a végéhez, és én nagyon szeretnék gratulálni szívből, teljes szívemből minden egyes lánycsapatnak és minden egyes lányzónak, mert jó, megrúgtátok azt a bőrt, így kell, meg kell nevelni azt a labdát, ügyesek voltatok nagyon. Ide is be kellett juttatok, már alapból győztesként érkeztetek ide. Szóval, skacok, tényleg még egyszer mondom, hogy teljes szívemből gratulálok, nagyon ügyesek voltatok. És ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor tudjátok mi a dolgotok. Fejeljétek meg azt a like gombot, mint a labdát fejelnétek. Rúgjátok meg a komment szekciót,
a billentyűzetet legalábbis. Ja, és nem sokára találkozunk a következő Diák Olimpiás videóban. Bacsi nektek!